Köszönjük szépen! Jó estét kívánok, köszönjük szépen. Így a műsor legelején rögtön szeretném elmondani önöknek, hogy van nekünk egy állandó nézőnk, aki, ha csak teheti, mindig itt van a stúdióban velünk, most is itt van ő. Ő egy vak fiatalember, Opsitos Miklósnak hívják, és a múlt héten töltötte be a 25. életévét. Gratulálok! A következő levél nem igazán kötődik hozzánk, de talán egy kicsit mégis. Tisztelt heti hetes, hogy létezik, hogy Magyarországon semmi sem marad az, ami? Gyermekeimnek nem tudom azt mondani, hogy ez az a cukrászda, ahol gyermekkoromban sütiztem, mert ma műszaki áruház. Nem tudom megmutatni, hogy hol söröztem sráckoromban, mert ott most optikai szaküzlet van. De a fiatalságom kedvenc szórakozóhelye az ifjúsági park, ma romhalmaz. És mit hallok? A főváros a feneketlen tó melletti parkszínpadon átadta Újbuda önkormányzatának, hogy létesítsen a helyén parkot. Valószínűleg ott egy T betű volt. Van egy csodálatos park a közepén szabadtéri színpaddal, amely felújítására nincs pénz, és aztán lesz egy park a parkban. Gyermekkoromban még moziként is működött, de fellépett ott Máté Péter, az Omega, a Fonográf, a Hungária, a Padödő és sorolhatnám. Voltak prózai előadások, opera és operett, nem beszélve számos külföldi együttesről, biztosan a heti hetes szereplői is megfordultak ott, ha másként nem, akkor nézőként. A létesítmény rossz állapotban van, de valóban az a megoldás, ha behintjük fűmaggal? Kolozsvári Géza. Utóirat, Londonban jártam egy pubban, egy tábla hirdette, alapítva 1640-ben. Én lefogadom, 2640-ben itt is sört mérnek majd. Én borzasztó, én nem csak nézőként, de nézőként is voltam, én játszottam Óbudai Park színpadon, méghozzá Montmartre Ivoja című operettet. Borzasztó hangulatos, és voltak ott ilyen nagy koncertek is, amin ugyancsak fölléptem, de nem ez a lényeg. Az egy olyan csodálatos szép hely, hogy borzasztó nagy kár, hogy hagyjuk így elveszni. Miután van ez zárva? Nagyon rossz állapotban volt, de én például tavaly, és ez nem a reklámhelye, a Cotton Club Singersnek volt egy fantasztikus nagy koncertje tavaly. Ott. Tavaly nyáron, igen, ahol még úgy ülni lehetett, tehát nem voltak kényelmesek a székek, ezek sem azok. De hát, úgyhogy nem tudom, hogy ez kinek lenne a gondja, vagy a feladata, vagy Robi, gondolkodj el rajta, mert istentelen jó előadásokat lehetne csinálni. Gyönyörű este, meg egyáltalán szép az egész. Az a baj ezekkel szerintem, hogy... Hát egy színipar semmit nem csinálnak. Hogy mindenki, igen, tehát hogy mindenki azt gondolja szerintem, hogy ezekhez nagyon sok pénz kéne, és hogyha nincs nagyon sok pénz, akkor nem tudjuk megoldani, tehát akkor szüntessük meg, vagy hintsük be sóval. És szerintem, hogy nem tudom, hogy az önkormányzatnak mi a szándéka a dologgal. Hát ez, hogy hát az a hír arról, hogy a főváros átadta, hogy csináljon parkot, de az önkormányzat még mondhatja azt, hogy ő nem szeretne parkot csinálni, hát nem szeretne ott egy nyári színházat csinálni. Hát meg kell várni, mit akar az önkormányzat, de szerintem, hogyha meghirdetnék, vagy megkérdeznék, hogy ki mit akar, ott még lehet, hogy pénz is tudna belekerülni, nem tudom. Hát és akkor mi csak a színházról beszéltünk, beszélhetnénk a könnyű zenéről is, a feltörekvő tehetségesekről, a fiatalok, semmi. De könnyű zenéről nem kell beszélni. Na jó, mondjuk, de András, könnyű zenét letölthetek az internetről, érted? Jó, hát András erről mondjuk hát keveset tud, de a Nikiék viszont, mert ugye ők meg George Michael előzenekara voltak. És hát milyen volt? Hát nagyon hirtelen jött, mert az utolsó pillanatig nem volt biztos, hogy a Georgie nem hozza el a saját előzenekarát, és akkor nekünk őrült módon hirtelen próbálni kellett, mert hogy az volt a fantasztikus benne. Hát ha látnád, hogy egy icipici próbateremben, egy iskolában, a pincében, három fúvós, három vokalista, szaxofon, két gitár, tehát megpróbáltunk most ebbe a fél órába minden... Az finom, hát igen. Jó lehet. Na, nagyon izgi volt, és izzadtunk is rendesen, de aztán a... Aztán amikor jó. Meg kellett villani... És volt próba! Egyszer velem is előfordul, nagyon kis szobában ott szaksz, de... De inkább gitároztál. Annyira korlátoltak. Ne haragudjatok. Na, egy bizonyos Michael az is itt volt, csak kérdezve. Hát állítólag, bár nagyon érdekes szituáció volt, mert a végén mi ott rekedtünk, tehát én előbb kijöttem az ő koncertjéről, és a parkolóban rekedtünk, és akkor közölte a biztonsági őr, hogy hát most ne menjek már sehova, mert most megy el a Georgie. És akkor közben pedig valaki még énekelt a színpadon. Igen, a Georgie a színpadon rekedt. Azért volt egy... Ő meg ott rekedt.
biztos, hogy azért ezek a nagy sztárok dublőrökkel is dolgoznak. Hát például a János, ez nem a János most. Neki el kellett menni valahova. Ezzel együtt nem tudott egy olyat küldeni, aki jól érezné magát. Nincs egy dúl közöttetek. Nem a jövő héten jön. Egy büszkeségünk. 11 év után újra bajnokságot nyert a PIK Szeged kézilabda csapata. Bravo! De én tudok valamit, és kérnék tőletek valamit, hogy emeljétek fel, és mutassátok meg a kupát ráadásul, mert itt van nálatok. Ez a kupa, amit jártam. Gratulálok! Gratulálok! És... Kaparincs meg ez, valahogy, Laci! Tessék, micsoda, ne haragudj! Vándor serleg, úgyhogy... Beszélgetek éppen, hogy... És ez micsoda pontosan? A csapat kupája, nem, ami a kezemben van. Hogy ez a csapat meze, és akkor megkapjuk, vagy nézegetni, vagy ez az ajándék. Nagyon szépen köszönjük az elnök, az mindjárt kívülhetsen. Van ezen még? Van rajta név, úgyhogy 40 percig fogjuk cserélgetni, ez egész biztos. Én ez fehéret kérek. Mi az, hogy fehéret kérsz? Azonban, hogy Jáksó, akkor az nem az, várjál. Ja, jó, mi nevünk van tessék, rajta. Éreztem, hogy ez köszönjük. Egy... Én azt hiszem, hogy még életemben nem örültem ennyire semminek, mert én úgy fázom. Gallusz! Akkor nézzük hogy... meg egy meccserét nálad. Ez jó. Ez meg, hogy sok tízezer, sok százezer magyar kézilabdarajongó nevében megköszönjem egy nagyszerű sportember egész sportpálya futását, aki a héten úgy tudom, hogy utoljára kézilabdázott bajnoki meccsen. Mezei Ricsire gondolok. Köszönjük, Sőreim, hajdó szív! Bárdodi János! Kalusz Niki! Alföldi Róbert! Hajós András! Farkasányi Tivadar! Ki akarja parancsolni az aranyfogakat az állami alkalmazottak szájából Tadzsikisztán elnöke, hogy szépítsen országa nemzetközi megítélésén? Emomali Rahmanov elnök azt a kérdést tette... Ő is magyar. A Mónika Show-ba volt, ott még nem volt meg az aranyfog. Van ilyet, de jövő héten jön. Elnök azt a kérdést tette fel, hogy hogyan hihetik el a nemzetközi szervezetek, hogy nagyon szegény ország vagyunk, ha tanáraink szája tele van aranyfogakkal. Nem azért, is. Mert arra felé nagyon nagy divat a gazdagság jele, tehát hogy mutassa az ember, hogy neki van mit a tejbe apítania. Az az aranyfog, úgyhogy... De elég lenne mosolyszünetet tartani, csak bizonyos ünnepekkor villantanak ki, nem, hogy mi. Nem is az a nem az aranyfog a drága, nem az aranyfog a drága, hanem a riasztó, amit be kell építeni. Hogy el ne lopják. Jó, de hogyha esetleg életbe lép ez a rendelet, akkor nagyon megnő majd a fogászok keresete, hát hiszen ami felkerült, annak le kell kerüljön, és akkor ez ébreszti azt a gondolatot bennem, hogy mit látnak ezek a szegény gyerekek, hogy a kedvenc Tancsi bácsiuknak már nem csillog úgy a mosolya, lekerül az aranyfog, mi lehet alatta? Elrejtik szerintem, és aranyeret fognak hordani már. Vagy lenyeli, tudod. Eleve a tanár minek mosolyog, ezt nem Miért nyitja ki a száját? Miért van szája? Én. Hogy kerül a tanár a gyerekek elé? Négy. Hogy kerül a tanár a tévé? Miért kell a tanárokat mutogatni? Hát azokat el kell dugni valami barlangba, gondolom.
De széthullott ez a gonosz Szovjetunió, és ifjú demokráciák sajjadtak a nyomába. Ilyen az ifjú türkmén demokrácia, ugye Kismén Basival, ugye? Bocsánat, mi is egy ifjú demokráciával sarjadunk fölfelé. Nem biztos, hogy ilyen nagy különbség van. Van különbség, mert nekik van gázuk, nekünk meg nincs. Na jó, azért Türkmén Basival már hallottatok, és ajaj, a kazak pálya... Gyurcsán Basival. A Nazarbajev... Nazarbajev most szavazták meg, a Nazarbajev élete végéig elnök marad. Egyetlen egy képviselő szavazott ellenek temetéséről később történik intézkedés. Tehát azért itt most érdekes demokráciák vannak ottan. Hát ott úgy, de meg, akkor hogy a szavazásnál van egy ilyen lézer, tehát aki fölteszi a kezét, annak már vágyat. Uraljuk az ellenzék! Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán kijelentette, hogy a kormány fapados nemzedékként kezeli a fiatalokat. A Fidesz újraválasztott elnöke másfél órás beszédét könnyeivel küszködve úgy zárta, hogy nem ilyen országot akart 17 évvel ezelőtt, de a végsőkig mindent megtesz azért, hogy az álmai megvalósuljanak, akár fent, akár lent lesz a politikában, és azt tartja hivatásának, hogy ismét olyan tartalmat adjon a magyar zászlónak, amely mögé az egész nemzet felsorakozhat. Hát nagyon szépek ezek az álmok, csak sokan nem tudnak tőle aludni. Amikor tizenvalány évvel ezelőtt egy, több is volt az már talán, egy lánglelkű fiatalember egy nagy téren beszélt, akkor én is azt gondoltam, mint lehet, hogy már nem fapados fiatal, vagy nem fiatalokhoz tartozó nemzedék, de akkor mindenféleképpen, akkor azt gondoltam, hogy olyan fiatalember beszél azon a téren, aki amikor én 35-40 éves leszek, egy olyan országban tud működni és dolgozni, amivel én teljes mértékben egyetértek, és mindenféle szempontból jól érzem magamat. Hát akkor sikerült. Ezek tényleg nagyon szép gondolatok. Szép, csak nem kéne ennyire magára venni ezt a nagy terhet, hogy... hogy az ember reggel fölébred és már országot akar vezetni, hogy van az embernek családja, meg foci csapata, meg fene akar egy zászló mögé felsorakozni, hát most egy... Pláne, hogy hány zászló van már. De volt egy élményem a héten, egy professzornak a szobájában voltam magánügyben, és bejött... Nem érteni, mondd meg, hát... Én egy fapados járattal igyekeztem haza Rómából 18 órán keresztül, és egyetértek Orbán Viktorral, nem akarok fapadosra lenni. Nem. Abszolút igaza van. Hogy volt? Hogy volt? Úgy volt, hogy minden gép elszállt, mi fapadossal voltunk, hogy miért a rossz sem tudja. Először azt mondták, sztrájkoltak az olasz, nem tudom én mik, hogy kettőm hármat tüsszentsenek kettő helyet. Ezt akarták az olasz, nem tudom kicsodák, és akkor utána bemondták, hogy szétszették a gépet. És akkor kérdezték, hogy van-e valaki, aki ért a repülőgéphez. Akkor négyen-öten jelentkeztek. Volt egy autószerelő, egy szakács, azok ott valamit. És éjfélkor felszálltunk. Hát János, de mit csináltál Rómában? Ott voltam. De én a életem nagy vágya volt, hogy egyszer egy villamosra megelőzem az előttem lévő villamost, érted? Így, és most bekeretkezett, mert ti fél négykor indultatok Pestel-Rómából. Na, ezt akkor el kell mondanom. Én meg 8-kor. Azt képzeljük, hogy ott rohadtunk a repülőtére, megjöttek ők. Tehát véletlenül találkoztatok, vagy miért? Nem volt ez véletlen. Hát az... Együtt dolgoztatok? Mert ők az éjféli járattal mentek, az el is szállt. Így csinált a farkasház és a majorral ott ment. Hát a major azért nincs itt, kezelik még ma így. Legyünk változatni. Hát gondolj meg... Egyrészt alkoholmérgezése van, másrészt... Idegileg, hát engem is ma engedtek, csak öt ki. 5 órával úgy, később indultam náluk, és 2 órával hamarabb megjöttem. De miért? Azt mondtam, éjjel 2-kor a nádasnak, hívjuk fel a farkasát, de mi még Rómában voltunk, hogy milyen otthon. Na de erről majd legközelebb, Robi, ezek lesz egy külön kiadás, eltérzek. Hát már nem kell neki reklám, már túl vannak. Mi volt a professzornál, mert ott volt a Telleredénél. Igen. Bejött egy beosztottja, az csak főorvos volt. Tehát egy professzor és egy főorvos beszélgetett. Alfőorvos, legyünk precízek. Alfőorvos. Egy alfőorvos volt, egy súlyos esetről beszélgettek, valaki... Te voltál ott? Valaki nagyon rosszul lehetett. És úgy gondolom, hogy konziliumot tartottak. A konzilium 50... Előtted? 50 másodpercig tartott, egyetlen egy szót nem ért... Meghalt, igen, kész. Nem.
egyetlen egy szót nem értettem meg belőle, mert nem ismerem ezeket a kifejezéseket. Na de, egy szót de. Nem értettél belőle, vagy egyetlen egyet sem? Egyetlen egyet sem értettem. Körülbelül sejtettem, hogy mik lehet, tippelhettem volna rájuk, de az volt a dolog lényege, hogy 3-4 dilemmát megbeszéltek egymással, tökéletes döntést hoztak. Az egyik elmondta a másiknak, hogy hogy van, a másik elmondta, hogy neki mi a véleménye, mind a ketten kicserélték a gondolataikat, és a végén született egy döntés. 50 másodpercig tartott az egész, és véleményem szerint egy ember lehet, hogy megmenekült, mert ilyen szakemberek, itt pedig a haza, meg Isten, meg megyünk, meg a család. Értem. És megy ez a duma, a sok szép duma, és mindenkivel egyetértek, csak ettől mi lesz nekem jobb? De ki mondta, hogy jobb lesz neked? Hát ki akarja, hogy neked jobb legyen? De nem is arról szól, hogy neked jobb legyen. Most például a héten volt egy orvosi vita. Szintiszta hülyeség. Azt mondta az egészségügyi most miniszter, hogy minden negyedik diagnózis téves. Neki esett mindenki. Mert nem így kell egy hírt elmondani, hanem azt kell mondani, hogy a diagnózisok 3/4 helyes. Vagy az első 3 diagnózisra kell menni. Úgy kell beülni a rendelőbe, hogy te legyen. Arra beszélni, hogy vannak konkrét szakmák. De te teljes tévedésben élsz. Hát, a politikus meg hát csak de ilyen... Te azt hiszed, hogy a politikusnak az a feladata, hogy neked, mint állampolgárnak jobb legyen. Te, mint állampolgár, te üzemanyag vagy a politikai eszmék nagyívű és magasabb ívű. Azt hiszem reggel megmentem a hazát, ha úgy. Bocsánat kérek, hogyha úgy normálisan belegondolok, nekem, mint egyszerű állampolgárnak, és ez most lehet a Fidesz, lehet az MSZP, bármi lehet, miért hír az, hogy mi volt egy pártkongresszuson, egy több pártrendszerben működő demokráciában? Ennek miért kell hírnek lenni? Ez mindom az önmagán belügyük. De mi közön van nekem ehhez? Téged nem érdekel a nap 24 órájában, nem. Hogy mi történik csinálják a pártoknál. Ők beszélgessenek, érezzék jó magad, csinálják a dolgukat. Tehát normálisan nem kell, hogy ez érdekeljen de engem. De hajósnak van igaz. Egy picit muszáj, hogy érdekeljen, mert ezeken a pártkongresszusokon gyakorolják be azt, hogy ha véletlenül hatalomra kerülnek, akkor hogy fognak viselni? Ilyenkor lehet megnézni. Azt tudom, olvastam valahol. És lehet választani azok közül, akik a pártkongresszus, és azt mondják, hogy most volt, tehát most majd ajosszunk, de azok, mert azok közül, akik... És akkor így minden negyedében van egy ilyen pártkongresszus, a lakosság el tudja dönteni, hogy ez és hát e szerint. Lehet ki sír, ki nem? Hát hogy hogyan, meg a öltönye milyen neki végül is. De nem könnyű nekik hidd, mert milyen zászló a Fidesznek például most van állandó készültség, bármelyik pillanatban átvehetik a kormányzást, hogy milyen rohadt dolog, ül ott lesz, hogy kérsz valamit enni, nem merjük kapkettet. Igaza van a Jánosnak, én éjszaka jöttem haza egy művészeti fellépésről. Láttalak, köszöntem. Láttam a park, és köszöntem, nem köszöntem vissza? És de. Csak mentél. De nem voltál berúgva, csak valamin gondolkoztál. Ezt kért ki magadnak, Andris. Most nagyon összezavartál. Azon gondolkozott, hogy hol lakik. Megláttad a Robit kezi csókolomat, köszöntél neki. De egyébként azért nem vettek észre, mert én láttam egy ilyen, valószínűleg gyakorolnak ilyen szabad csapat, akinek az a feladata, hogy de lófasz fogom ezt már elmondani. De mond, biztos jó. De hát nem, ráadásul nem is igaz. Ja. Csak olyan tréfa féle lett volna. Hát akkor... Sőt, csak a tréfáját mondd el, a tréfa részét. Most bündös dolg. Jó! De most viccen kívül, mi az a fapados nemzedék? Tehát a gondolat az mi? Hogyha 4 hónappal előtte veszed meg a fapados nemzedéket, igen, akkor olcsóbb, de ha 1 héttel előtte veszed meg, akkor kicsit drágább. Igen. De az mit jelent, hogy igénytelen? Nem, a fapados, nem. Miért? A János előtte nem fapadossal mentél, de a János el tudja mondani, és a gép se volt igénytelen. Nem, például csak egy 10 óra vállalkozás után azt mondták, kér egy pohár vizet, na jó, hát... és adtak egy ekkora csokit, és hát meg is volt. De János... Én mondtam, hogy kapják be nyugodtan. De... János, én... Nem
Tibi csoki volt, na tegyük hozzá. Én egy málkás gépen ültem, kaptam egy pohár vizet és egy nápolyit. Akkor mi a különbség? Na én csak, de miért ültél te egy málkás gépen, én meg a fapadosod, de erről majd a jövő héten Bajor Imre jelenlétében. És az ügyvédem is itt lesz, csak ennyit nem. Niki, szólj, ha fázol, vagy kész valamit. Olyan aranyosok vagytok. Van itt egy nővérke, ő bejár 20 percenként is adja. Igen, egy én meg amatőr nőgyógyász vagyok. Én vagy egy japán nőre. Annyira hülye vagy, Jás, hogy ez hihetetlen. Ez a két mellékfoglalkozás. Nőgyógyász és kutatómérnök. És csodálkozol, hogy guminőkre van szüksége? Neki már arra sincs. Laci, te tudod, hogy a Gallus az bejárta a világot, élt mindenfele, többek között Japánban. Japánban is? Persze. Majd beszélgessünk a japán nőkről. Rendben. Beszélgetni tud, úgyhogy ez nem is. Egyébként a japán nőben nincs sok tapasztalata. Hát semmilyen nőben nincs. A Lacinak nincs. Hát milyen nőben van neki? Ti már jól tudjátok. Mit? Mindent úgy lehet. Ja, Jákson női. Hát könnyű volt megjegyezni. Akár visszafele is el tudom mondani. Cseszegetnek itt az a guminőve. Miért? Már csak egy ekkora gumit húz fel, én meg egy nagyot. És? És ha szeretitek egymás nyára, lesz egy strandlabdát. Jó, hát tudom, hogy a Nikinek ez alpári, hogy egyáltalán ilyen undorító témákkal. Nem, én hozzá vagyok ezekhez szokva. Hol? Mert az a Georgie. Biztos a Georgie. A turnébuszban kondicionálnak engem a zenészek. Ezt hogy érted, hogy kondicionálnak? Jákson szépen énekel különben. Én ilyen nagyon kis kedves mosollyal tűröm, amit a fiúk beszélnek. Énekel már Szenádot a Nikinek, Laci. A börtön a hatában. Nem, ezt ti nem akarjátok. Te gitározzál nyugodtan, én meg nézek. De akkor ő megijed. De bár bepárásodott a szemüvegen. Nem lehet, hogy ne a nézős egy felalvó királylány. Te igazából ellendrukkel? A szerenádnak az a lényeg, hogy felébred, nem az, hogy elalszik. Na de ez a Jáksónak van, ez az ő szájából adom ki. Mit tudott? Ő szájából adott ki. Belebújtam a Laci bőrébe művészetre. Akkor kicsit nagy lehetett rád. Főleg egy helyen. András, egy helyen. Köszönöm az ajánlatot, de nem akarom, hogy... Szóval 3 vagy 4 évvel ezelőtt a WordPress fotópályázatnak a kiállításán volt egy fotósorozat, ami abban a gyárban készült, ahol ezeket a gumi hölgyeket csinálják. És a Laci ott volt már a kép. Minőség és nagyon nagyon kedves fotósorozat volt, mert ugye nagyon helyes, normális, nagymama kinézetű otthonkás nénik, így cipelték a fölfújt gumilányokat, így ráhúzták, kipróbálták, és nem volt annyi. Tényleg nagyit nem gyártanak? De hát nekik biztos az volt beadva, hogy ez csak ilyen, tényleg ilyen strandra való. Nem, tudták. Tudták? Hát miért nem tudom? És van téli guminő, meg nyári guminő? Persze. És hólánc is van! Rodia, hogy nem! Akarod, mehetsz vele síelni? Vagy rajta! Nem akarok semmit mondani, de például egy 36 órás római repülőtéri várakozást egy guminő, az egy szó nekünk. Én egyszer rendeztem egy előadást a Haramiákkal. Igen? Három. Abban játszott egy gumilány, Olgának hívtuk. Azóta diplomát kapott. Kíros volt, hogy a nézőtén ott ült az egész. Ott ült a nézőtén az egész rokonság. Azért volt nagyon kellemetlen, mert ugye 5-6 előadásonként elhasználódott. Mit csináltatok, szegény? Csak néz ki, valószínű csak néz. És ugye mindig ment a kellékes a szexuális segédeszközök boltjába, és mondta, és már tudták, hogy még egy Olga újra. Jáksó Lászlóval új szerepkörben ismerkedtünk meg, mint riporter mutatkozott be egy népszerű férfi magazinban. És kivel beszélgettél? Jövő reményében? Kovival. Egy kis pornó szerep. De Laci!
Ahhoz, hogy nőket lássál, kitalálsz egy ilyen faldumát, hogy hú, engem a pornó érdekel, megmutam. Forgatáson is volt? Igen. Én olvastam, és nagyon, nagyon jó interjú. A képeket kerestem benne, de... Nekem a fele... Nekem a... nagyon jó képek vannak. Nekem a feleségem nem engedi, hogy ilyet olvassak. Én tegnap láttam, van itt ezen a csatornán van egy ilyen híres színes adás, az ismétlik sokszor, ilyen sok rövid hírt lehet benne látni, és abban voltál riporter. Már meg a Laci? Ja, hogy ez az? És akár hiszik, akár nem, a Laci egy pornófilm forgatáson volt riporter, és zavarban volt. Én úgy röhögtem, mint a rendesen, normálisan zavarban volt. De tudod volt. Mi, mert nőt élőben még nem látom. Az, arra jöttem rá, hogy nagyon édes emberek. Jó, hát senkinek a lányának nem ajánlom ezt. Bárha jelenlévők és velem, na mindegy, hogy... De ezek nagyon édes ez emberek. Ez is egy szakma gyerekek. Egy, persze, egy 19 év körüli, nagyon helyes lány, ugye egy nagy egyszár semmiben, egy vibrátorral a kezében, nagyon helyesen beszél, igazán nagyon édesen beszélgetett velem. Hogy vagy, minden, várjál már, ez most az én része. És hogy beszélgetett velem, stb. És akkor Kovi, aki szintén egy nagyon helyes ember, igazán nagyon szeretem, nagyon megkedveltem. És azt mondta, de semmilyen ilyen nagyképű rendezés, nem azt mondta, Zsuzsa, légy szíves. És akkor Zsuzsa elmondta, bocsánat, Zsuzsa elment, magába döfte, élvezett, ordítva visszajött, és aztán hol tartottam? Erre a Laci azt mondta, hogy ott, hogy a Teddy találkozott két orvosprofesszorral, hát profi, hát 50 másodperc alatt megvan. De bocsánat, azért... egyet hadd mondjak. Nem lenne pornófilmipar, ha nem lennének fogyasztók. Persze, így persze. Van. Hát hatalmas fogyasztói vagyunk. Férfi színészeknél van, hát az ember régen filmezett, aztán reggel 8-kor, reggel 6-kor kocsi a ház előtt, diszpó 8-kor felvétel, és gondolj, hogy reggel 8-kor álló teljes szövegtudással, és ott vagy, és nem megy a szöveg, és akkor gondol, az borzasztó. Akkor kirúgnak. Hát ki? Szóval rendezze meg a stáb, meddig várik művész úr? Hát nem tudom, nem pedig, egész éjjel gyakoroltam, és nem! Az borzasztó lehet, nem? Hogy azt láttál ilyet, hogy akkor mit csinál? Nem, én, bocsánat, ott akadtam le teljesen, hogy ugye a férfiak úgy vettem észre, hogy kell, hogy folyamatosan ugye eljátszogassanak magukkal. Nem, az csak megszokás, igen. Rossz szokás. Azért, hogy úgy maradjon. Nincs zseb, amiben beledugja a kezét. Volt, akivel úgy fogtam kezet, amikor odaértem, hogy közben így... De az úgy van... Megy közben a játék, és a család jól van, tudod? Család jól van? Persze! Jól van, hogy de nem, és ahogy leültem egy... Hétvégi kongresszus, amit vagy mi nálatok színészetnél van ez, hogy előadásod, hogy összeolvassuk, és akkor itt összeverjük. Nekem mindig csak kis szerep jut a hosszú. Megdere én vagyok epizódista. És ez mi az, hogy a sugó? Hát mit lehet is? Teljesen hülyék vagytok. Nagyon édesek voltak. Hát nem mi voltunk ott, csak elképzeljük. Ez az, hogy én voltam ott. Jövő hónapban hova mi egy interjút készíteni? Castingolni megy pornófilmre. Lesz egy japán fi, harakiri. Nem, lesz egyébként egy akt. Harakuri. Egy aktmodellverseny lesz egyébként, abban meg zsűritag. Most már ezen a vonalon megyek tovább. Hát legalább messziről nézhessek. De gyerekek, a Niki, te tényleg olyan diszpót kaptál, hogy a katolikus lány egylet évi gyűlésére fogsz elni? Nem. Most végképp kiderült számomra, hogy én egy teljesen más dimenzióban lebegek, mert ti a szavakkal játszotok, és én ezt a nyelvet nem ismerem. Hát a szavunkkal és másokkal. Most reklám következik, és utána folytatjuk a beszélgetést. Mi kézilabdásainak mondom, hogy a mezt, amit adtatok a Nikinek, azt ő betűrte a szoknyája alá. Igen, én értékelem az ajándékot. De rögtön így betekerni magad? Abszolút, nagyon fázós vagyok itt. Kifagytam, kihűltem köztetek, mert nem törődtök velem. De mert mostantól, mert a Nikit mi belekényszerítettük abba, hogy a prűd nő szerepét játsza, és most pedig őt érző mit embernek... Mit is mondtál, hogy a katolikus nő egylet... példás tagjaként, hát én a Szent Szív Zárdába jártam, például Japánba, katolikus iskolába. És ott Japánban jártál iskolába? Uniformizban. Japán iskolás lányok közé? De mindenféle lányok voltak ott, és csak lányok.
kínai. Most akartam kijönni. Ne beszélj bele. Különböző diplomata lányok, és voltak nagy bulik is. Azért a Nikinek is van agya, tehát hogy... Az is ne javíts tovább. Kérlek, az is ne vigasztal tovább, mert sírni fog. Nem, az csak, hogy tényleg az ilyen primitív, dagadt férfiak csúnyaságokról beszélnek, itt nem könnyű egy nőnek a helyzete. Tehát, hogy váltsunk, és azt gondolom, hogy legyünk egy kicsit komolyabbak, és tényleg a mi is mutassuk meg, hogy, hogy az érző szív és a társadalom iránti elfogódott rajongásunkban. Tehát így viszont szar az adás. Na, kezdjünk valami komolyan. Megvan Magyarország legöregebb, még működő mosógépe. A forgómorgó kampány részeként a gyermekrajz pályázat is befejeződött, amelynek eredményhirdetésére június 2-án a fővárosi állatkertben kerül sor Alföldi Róbert közreműködésével. Stílszerűen az eseményen mosómacikat is örökbe lehet fogadni. Hát Niki, akkor szólj hozzá a témához. Kérlek szépen, múlt hónapban örökbe fogadtunk egy cseresznyefát a fűvészkertben, mert hogy japán napok voltak, visszatérve kedvenc témához. A japánok. De ez azért jó, mert nem kell sétáltatni. Ez koncert előtt volt, vagy koncert után, amikor örökbe fogadjátok? Na, az Andrisiknál koncert után van az, hogy ölelgetik a fákat. Vagy az ne... Nem akarom el. Cseresznyefát fogadtatok örökbe? Így van, mert hogy ez egy óriási ünnep Japánban, a cseresznye virágzás. Tulajdonképpen mintázza az élet múlandóságát. Nekünk csörögefánk van, az azt szeretném. Nekünk meg nagy pofánk. Nekünk meg nagyon nagy pofánk. Nekünk csak az állatkertről jutott eszembe. Mondjál valaki, hogy a forgó... Nem, te igen, nem, te mondd, kérlek szépen. Te vagy az öregebb. A forgómorgó az valami elektromosan vigyázunk az energiára dologból. Arról szól az hogy egész, került most hogy az állatok közé? Annyira, az állatok ne használjanak annyi áramot, vagy mi? Annyira izé vagy, ugye a forgómorgó kampány arról szól, hogy a gyerekek gondolkozzanak azon, hogy hogyan lehetne energiatakarékosabban élni, az áramot jobban. Kapcsolja le a villát, aki megy a szobából! Kampány! És miért a gyerekek szeretik a gyerekek tévét. Még gyerekkorukban, az emberek általában szeretik az állatokat, Andris. Ezért arra gondoltunk, hogy az eredményhirdetést köztük össze a kellemest a hasznos, kössük össze a kellemest a hasznossal, és az állatkertben legyen átadva ez. De egy mosómedve mennyit fogyaszt? Hát mosógépön van szó, nem? De a mosómedve nem mosógép. Attól függ, milyen üzemmódban van. De a mosógép is tovább él. Egyébként... Egyszer találkoztam egy mosómedvével. De lehet, hogy az nem az volt. De arra, hogy Robi az én voltam, csak mentem haza. Nem, egy rendes, normális mosómedvével találkoztam. Mostam kezeimet. És akár hiszed, akár nem, igen? Amit talált, mindent megmosott. Mindent? Mindent. A kulcsomomat is ellopta, és vitte a lavorba mosni. Sőt, képzeld el, de az nagyon helyes volt, mert ugye azonnal megfogtam, szeretgettem, ne szóljál közben. És itt a mancsán a szememet is megmosta, de nagyon nagy karmai vannak, és így a puha párnás izére most teszem. Hát én is egyszer találtam egy ilyen kis kölyök viperát. Hallgass! Találtam egy ilyen kis kölyök viperát, és hát így agyon volt menni. Azért mossa meg, mert úgy eszi meg, meg akarta enni a de szemedet. De a kulcsot nem eszi meg te! Mert hülye! Azért, hát persze, hogy nem kell kulcsot enni. És különben is, most én bejelentem, hogy én a zöldségeket szeretem. Tehát várom annak az Országos Répavédő Egyesületnek. És kömés, nagyon a szomorú és egyedül hagyott kis zellereknek nagyon-nagyon szomorú életük van. És a szegény krumplikat is kirángatják a földből, és néha meg se eszik, csak ott hagyják. Tudod, mennyit tudnék neked mesélni a szomorú répákról? Óvodában már az volt a jeled? Anyukád mire belehímezt a kis párnába? Istenem, nem, én állatkertben egy édes kis, aranyos, ilyen borotvált pumát, azért úgy... Nem.
Na tehát vissza a japán kultúrára. Japán pumát tegyük hozzá. Annyira élvezem a kitüntető figyelmedet, de most azon gondolkodom, hogy nekem sajtkukac volt a jelen az óvodában. Az se rossz. Most nem hinnétek el rólam, hogy én mennyire hiperaktív voltam. Döntsük és el, vagy a sajt, vagy a kukac. Előbb a kukac, aztán lehet sajt. De minden óviból kirúgtak, mert akkor akartam bulizni, amikor, tehát nem lehetett altatni. Akkor te a Hernádit is übereled, mert ő csak gimnáziumban rúgták ki téged. Igen, végül is. De néha ő is alszik itt, abszolút nem tudom mivel. És hát őnek is parókálsz, tényleg nagyon sok pár. De figyelj, annyira szeretlek már. Köszönöm, énekelhetsz is egy dalt nekem. De most komolyan te nem viszed a gyerekeidet az állatkertbe? De, szoktam minden gyerekeidet az állatkertbe. És miket mondasz neki, hogy öld meg, vagy mi? Azt fogom mondani, hogy így apának megint a fontos telefonja miatt szintában. Jövök. Kamaszkoromban azzal szórakoztam, elmentem az állatkertbe, leültem oda a főbejárat mellé. Találkozunk a zsiráf. Az nem tudom, hogy így van-e még. Igen. Na de a bajor mit mondana neki? Mit? Nekem nem kényelem a fóka hang. Igen? Igen? Mindegy, menjünk tovább. Mondd el, mi volt az igaz, hogy te úgy... Az volt kamaszkorom, hogy ültem ott a főbejárat mellett. A főbejárat melletti padon, és azt mértem, hogy családok, akik bejöttek ilyen végtelen harmóniába, kedvesen, azok mennyi idő múlva jöttek ugyanaz az utam visszafel. Nem veszem meg! Mondtam, hogy nem veszem meg! Igenis, a gyerekeim nagyon szeretik az állatokat. A gyerekeid szeretik az állatokat. Az Alföldi utcát állatokat, hogy már a kőelefántoknak ad egy kiflit a bejáratnál. Megsimoga. Megint ide állítottak, szegény. Na, megint a fiam. Létezik még a kecske simogató? Van a kecske simogató. Hát oda járok szeretetért, ne vicc. Szombaton menesztették az országos és a budapesti rendőrfőkapitányt, vasárnap elfogadták a rendvédelemért is felelős igazságügyminiszter lemondását, hétfőn pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal első embere távozott. Gyerekek, ez egy gyönyörű délután, péntek délután még mindenki biztos jó hétvégét kívánt egymásnak. A Szabadfi Árpád a helyettes azt mondta, hogy nincs válság, és néhány óra múlva nem volt főnöke. Utána azt mondta, hogy öntisztulás van a rendőrségnél. Az mi az az öntisztulás? Menstruáció. Az öntisztulás csak annyi volt, hogy néhány vezetőt elbocsátottak. Egyébként statisztikailag bizonyított tény, hogy csökkent a rendőrségi bűnözés, a felére esett vissza. Csak most megtudjuk ezeket. Most megtudjuk ezeket. És még egy dolgot hagyd mondjak a védelmükben, mert most mindenki ellenük beszél, hogy hát az összes rendőt rendőr kapta el. Igen, ez az mondjuk kínos is lett volna, hogyha egy rabló kapja el a rendőr. Én hozzám személyesen begyűrűzött ez a pánik, mert felhívott engem egy telefonszámról a 9. kerületi rendőrkapitányságból valaki, ahol is én bejelentettem egy éve, amikor ellopták a Cirko Gejzir elől a biciklimet, aztán valaki adott egy ilyen zöld számot, és akkor onnan néha bejelentkeztem, és kiderült hónapokkal ezelőtt, hogy megvan a biciklim. Mondták, hogy jó, most lesz egy ilyen hosszabb eljárás, egy 8 év, és az alatt egy raktárban lesz a bicikli, de majd ők jelentkeznek, amikor a biciklit azonosítani kell. És felhívott engem egy gondolom rendőr zászlós, talán a nevét nem figyeltem, mert nagyon megijesztett, és azt mondta, hogy itt a bicikli ügyében szeretnénk, hogyha befáradna és meghallgathatnánk gyanúsítottként. Azonnal javított szegényt, tehát nyilván ő is hiperideges volt, hogy most engem valamilyen ügybe föl kell hívni. Tanúk, de onnantól már vagy a bizalmamat elvesztettem, hogy én bemegyek egy ilyen bicikli. Hát én bevallom, hogy nem jelentkeztem még, mert úgy okoskodtam, hogy ha engem bicikli lopásért valahogy le akart csukni, az üllenyomatodat akkor... rajtam. Nyilvántartásból. Nem, én várok a hivatalos papírra. A rendőri vezetők elmozdítása előtti napon vált nyilvánossá, hogy Gergényi Péter betársult Pintér Sándor utazási irodájába. Megvan a szlogen, repüljön velünk. Elolvastam a János, mit írt oda is. Csak azt hittem, hogy együtt fognak repülni, ugyanazt. De nem fapadosan. De azért ez furcsa, nem? Miért?
Miért? De hát te ezt nagyon egyértelmes ember elmondta a tévében, hát a Gergényi, azt hiszem 60 alatt van, tehát életkorban. Hát elmegy nyugdíjba, hát egy életerős ember, és különböző nagyon nagy baj állt a rendőrségben, hogy életerős emberek ugye 55 éves korban elmennek nyugdíjba. Hát milyen nyavaják se, etessen galambokat? Én ezt értem. A Pintér ott volt most a Fidesz kongresszuson, ezzel nincs semmi baj, de ő többször deklarálta... Én koalícióra léptek, hát végre két ember. De ezzel nincs semmi baj, csak ő deklaráltam fideszes. A Gergényit szeptemberben, októberben megvédte ez a kormány, azok után, hogy azért elég furcsa dolgokat mesélt, hogy csak le volt estve az azonosítójuk, meg nem is használtak viperát. Szóval azért egy pár butaságot mesélt, ő kiváló rendőr volt Bács-Kiskunkban, de azért ez egy picit megfaladta az elejét, ez a szeptemberi ostrom, ott a vízágyús rendőr, stb. Stb. Most hónapokig beszéltünk róla. Na most ezek után kitünteti ez a kormány, megdicséri, és utána azt mondja, na én akkor most nyugdíjba megyek, és pont. Mert a pénznek de nincs az szaga, hát nincs Fidesz szaga a pénznek, hát meg MSZP nem, szaga. Sok, szerintem hát, de ebben nincs politika, szerintem annyi, hogy egy szakmában dolgozunk. Félreértést elsőként nem bíráltam, én csak azt mondtam, hogy különös és furcsa. Igen. Ugyanolyan különös és furcsa, ami történt ezzel az öt rendőrrel. Tehát ez egy állatorvosi ló, ami történt. Nem lehet tudni, hogy mit csináltak. Valamit biztos csináltak. Ja, ezzel a kislányok. Igen. Valamit biztos, hogy csináltak, de egyáltalán nem biztos, hogy azt csináltak, amit a hölgy állít. Még nem lehet tudni semmit az esetről. Erre mi történik? Azt mondják csípőből rögtön, hogy álrendőrök voltak. Sőt, divat bemutatót rendeztek az újságíróknak, hogy ezentúl az újságírók is hogy különböztessék meg az álrendőröket, az igazi rendőröktől. Megjegyzem, a rendőröknek is lehetne a újságírókról, hogy hogy különböztessék meg az igazi fotóst az álfotóstól, mert az nagyon igazi fotósnak nézett ki, akit össze-vissza vertek ott a tavaly nyáron, emlékeztek. Na most már tudták, csütörtök este már tudták, hogy ezek nem álrendőrök voltak, hanem igaziak, már megvoltak. És ennek ellenére rendeznek egy divat bemutatót. Hát azért ez egy... Tehát bocsánat, ott a vezetők nem tudnak semmit. Tehát nem tudnak 24 óra alatt, nem tudnak kinyomozni egy olyan esetet, hogy hát ha miénk voltak. Azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint minden más ügyben, ami embereket érint, ami emberek cselekvéseit érinti, az általánosítás, az minden szempontból veszélyes. Tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy igen, a rendőrségen belül vannak olyan emberek, ha bebizonyosodik, akik ezt és ezt csinálták. Tehát nem jól végzik, nem becsületesek, de ott emberileg van probléma, azt gondolom, nem pedig rendőrként van probléma. Ugyanakkor meg van egy csomó rendőr, aki jól végzi hát a munkáját. A zavarba azért jön az ember ettől az egész történettől, mert sok-sok ilyen, hogy úgy mondjam, emberileg kérdéses embert hallott az elmúlt időben, és akkor lemond a főnökség. Miközben azt gondolom, hogy az ember, amikor vállal egy ilyen főnökséget, akkor sajnos az is benne van, hogy a kivételek miatt is ő neki kell vállalni a felelősséget. Hogy a túlra van, hogy egy hét alatt szinte minden hír csak a rendőrökről szól, az előző 10 évben meg alig hallottunk. Tehát most már nem hallasszat, hogy valóban betörtek, hanem mi csak rendőrtök. Szóval, hogy lett az, hogy egy hét alatt ennyi rendőr? Mert a bulvár média így működik, és mert az emberek végtelen ostobák, és nem újságokat olvasnak, hanem ezeket a hülyeségeket nézik. Na de ezt hallod, ezt nyomják. Hát mert ez a piac meg így működik. Az a furcsa, hogy a valóság és az emberek között ott van a médiának az a része, amelyik abból él, hogy ezt én csindadrattásan. Én nagyon csendben nem nagyon tudok ülni, mert én hozzám elég közel van, rokonom konkrétan az egyik résztvevője annak a szájtnak, ahol ez megjelent. Ne. És ez az egész, ez a videó meg minden, és hogy mennyire így működik ez, amit te mondasz, mert azt pusztán, hogy megmutatnak egy ilyesmit, hiszen történt. Ez maga a vallomás, tehát ennek a bemutatása önmagában nem kell, hogy generálja. De most például ezekben a percekben olyan állapotban van ez a dolog, és olyan kényszerszerű az, amit te mondasz, hogy muszáj valamit még rátenni, most éppen nem történik semmi. Egy normálisan működő média szerintem most egyetlen feladatot, vagy egyetlen dolgot kellene, hogy megvárja, hogy mi az ítélet. A gazdasági és közlekedési minisztérium tervei szerint megszűnik a vendéglátó egységek számokban kifejezett osztályba sorolása. Ez a bajorimi híre pedig. Igen. Helyette üzlettípusok szerinti kategóriákat vezetnek be. Így például lesz étterem. Hogy melyik nyelvet válasszuk? Francia? Restaurant. Kis vendéglő, csárda, önkiszolgáló étterem, gyors étterem és kifőzde. A magasabb... Eddig is voltak ilyenek. Restaurant? Nem. A magasabb kategóriák. De ez milyen? Hogy megyek a restaurantba, vagy mi? Én gyerekkoromban mindig azt hiszem, hogy azért van ki, hogy restaurant, mert restaurálják az étteremet.
Komolyan? Tényleg. Mert mindig az a festészet. Én még most is azt hittem. Jó, hogy elmondtad, Robi, én még most mai napig. Na, a restaurált, te meg főszakács, miért gondolom, hogy... A magasabb kategóriáknál kötelező lesz az idegen nyelvű étlap, és a személyzet legalább egy tagjának angol vagy német társalgási szintű nyelvtudása, és egy japán pincér. Ezt a legalább egyet elképzeltem lenni, János, legalább egy. Yes, sir, restaurált. És hát el kell mondjam, hogy az első szerepel. Na, már színészekkel is dolgoztok. De ne görcsölj, csak lazán. Olvasgass egy picit. Még fellépek. Are you the waiter who speaks English? Ilyenkor kérem, mi színészek, ránézzünk a kollégára. Most visszakapod, János, minden. Szakszervezet is van a világban. Kérek még egyszer egy végszót. Tehát. Are you the waiter who speaks English? Ja. Beszélek English, francőz is, italian, Deutsch. Yes, sir. Could you tell me, please, what is halászlé? Halászlé. Halászlé. Fischer. Fischer soup. Pont. Wasser. Mutatom neki. Duna Wasser. Yes. Fischer Bastei. Vagy paprika. Dő paprika. Dő. No paprika, paprika. Dő. Chili. És kolombuc. Yeah, thank you very much. And what is szekelegulás? Szekelegulás. Yes, exactly. Figyelj, Transzilvánia. Hargitta. Dracula. Csíkszerda. Nem ked, Csíkszerda. Straf Wednesday. No move. Ruff, ruff, ruff. Berlin. Schweiz. Kaput. Káposzta. Széke. Székely Bayer. Summertime. The soft. Mary, could you get to the toilet, please? Okay. I don't really know. Pottal. És tehén. Cowboy. Clint Eastwood. No beefsteak. No roast beef. No ökör uszáj. Gyomor. Belharc. Pacalláver. Very pacal. Very. Very. Great. And don't make it spicy, please. Spice Girls, vagy mi van? No Spice Girls. Spice, piroska néni. 70 éves. Ő főzi. Very old madam. No, nein, Elizabeth, piroska. Spicy. Nem erős, nem. Very no, pöti erős. Nagyon klein. Pokító. Nimnoska. Csezd meg, semmilyen nyelven nem beszélsz. Jegyet rendelni.
hívni a 061-788-5401 telefonszámon lehet. A címünk 1117 Budapest Sopron út 40, a Teletex 637-es oldalán sok érdekes információ található. Írjanak e-mailt a heti7es@rtlclub.hu e-mail címre, és nézzék meg a weboldalunkat www.rtlclub.hu. Egy hét múlva találkozunk. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!